70 évvel ezelőtt elképzelhetetlen borzalmak történtek Magyarországon. Elgondolkodik az ember, hogy van-e értelme bármilyen ilyen szörnyűségnek a világban. Valószínűleg értelme nincsen, de tanulságot le tudunk vonni. Az az ember, akinek az emléktáblájánál állunk, és ahonnan az ő mártériuma elindult, ahol ő a hőstetteit végrehajtotta. Ez az ember számomra bizonyítja, Salkaházi Sáráról van szó, hogy mi az értelme a létezésünknek. Valószínűleg az, hogy emberek vagyunk, és emberek tudunk maradni az embertelenségben is. Salkaházi Sár az sok szempontból hiteles személy. Kastán született, jómódú polgári családban, és élte a fiatal emberek mondén életét. Modern ember volt, a századforduló szülöttje, aki megelőzte korát, mert nőként nagyvilági életet élt, olyan életet élt, ami ma már természetes a hölgyek számára. Újságíró volt, kávéházakba járt, cigarettázott, nadrágban járt, barátai voltak. Szép volt, szimbóluma volt a fiatalságnak, a jókedvnek, a vidámságnak. A megtérése hosszadalmas folyamat volt, de megérintette őt az Isten, és úgy döntött, hogy Krisztust, az Istent akarja szolgálni. Fiatal nőként rátalált a szociális nővérekre, a Slakta Margit által 1923-ban alapított rendre, de nem volt könnyű az útja ebbe a szerzetes rendbe. Túl világinak tartották a stílusát, túl közvetlennek tartották a magatartását. Meg kellett kőkeményen küzdenie azért, hogy elfogadják, és meg kellett szenvednie, meg kellett küzdenie a hitéért. Szeretett volna missziós nővér lenni, és Brazíliában téríteni, de erre nem került sor, egyrészt mert még éretlennek vélték a rendben, másrészt pedig közben jött a világháború, amikor már el tudott volna utazni, de erre nem került sor. Újságíró volt Kassán, még a világi életében, és megmaradt részben az újságírásnál, miután már letette a fogadalmi esküjét. Végig cikkeiben, írásaiban az embertelenség ellen, a fasizmus ellen szólt, és az embertársakért állt ki, a tisztesség mellett állt ki. Ha tehát van bármiféle fajta értelme a szenvedésünknek, akkor annak az az értelme, hogy tanulságot tudunk tenni emberségről. Akár hívők vagyunk, akár pedig nem hiszünk Istenben, hanem az emberségben, a szeretetben, a jóban hiszünk. Talán ez az értelme, amit Salkaházi Sára megmutatok nekünk. Álljunk ki egymásért, akkor is, hogyha ennek óriási tétje van. Naplót vezetett és cikkeket írt, mint említettem, és amikor már látta, hogy az a borzalom, amelyik Magyarországot is egyre jobban eléri, a világháború, a zsidóüldözések, az antiszemitizmus, a mások megbélyegzése, az emberi méltóság sárbatiprása, akkor érezte, hogy neki is majd egyszer ki kell állnia. Egy komolyabb hitvallást kell tennie, személyes áldozatot is kell vállalnia, nem csak értelmiségiként, nővérként, hanem talán más formában is. Fel akarom vértezni lelkemet az eljövendő nehézségekre. Nem kérem, Uram, de ha küldöd, el akarom fogadni szeretettel. Máshol így ír. A kínzástól nem félek, az apró testi gyengeségeket fogadjam szívesen, a halálnak örüljek. Egy olyan ember idézünk most meg, aki nem kisgyerek korától élt extázisban, és nem úgy készült a szerzetesi létre, hogy ő valamiféle fajta szenvedéstörténetet akar személyes példáján keresztül írni. Jó kedvel, vidámsággal akarta szolgálni az Istenét, és nem ez adott meg neki. De nem habozott, ahogy mondják a túlélők,
ahogy tanúságot tettek, aztán a boldoggá avatása eljárási kapcsán, nem habozott akkor, amikor bújtatni kellett az üldözötteket, azonnal megnyitotta a saját szállását, és ebben Slakta Margit személyesen is közreműködött, és ezt lehetővé tette neki. December 27-én érte őt a végzete el 1944-ben. A 60-as években volt egy nyilas per, amely arról is szólt, hogy mi történt a Dunaparton 1944. december 27-én, és innen tudjuk fölidézni, vagy elolvasni annak a napnak a történéseit. Egy hitoktató, 4 elbújtatott zsidó honfitársunk volt abban a szobában, amelybe betörtek a nyilas pribékek ezen a helyen, és amikor a házkutatás zajlott, illetve ennek az 5 embernek a lefogása, akkor ért haza Salkaházi Sára, és látta, hogy mi történik ebben a házban. Elmehetett volna, elmenekülhetett volna, de nem tette, hanem odaállt az 5 másik ember mellé, és együtt vitték el innen őket a Dunapartra. Ott mesztelenre vetköztették őket, és a Dunába lőtték őket. Mielőtt a Dunába lőtték volna őket, Salkaházi Sára letérdepelt, az égnek emelte a tekintetét és keresztet vetett. Ez volt az életének az utolsó perce talán. Szótlanul ment a halálba, egy persze sem merült föl benne, hogy elmeneküljön. Sokszor fölidéztük az elmúlt napokban, akár a 48-as forradalom és szabadságharc kapcsán, akár tegnap a német náci megszállás évfordulójára emlékezve és az áldozatokra emlékezve, hogy vajon mi hogyan mit tettünk volna ebben a helyzetben. Nekem, amikor erre gondolok, és amikor elolvastam újra a Salkaházi Sára történetét, akkor a hideg futkosott a hátamon. Hogyan viselkedtek a nagyszüleim, hogyan viselkedett az a generáció azokban az időkben. Tudom, hogy állít köztünk olyan ember, aki túlélte azokat a borzalmakat. Rónatas Ákos barátom tegnap előtt küldött nekem egy üzenetet, amikor látta az interneten ezt a meghívót a mai eseményre, hogy neki a nagymamája volt ebben a rendházban, és őt is elburcolták, Salkaházi Sára segített neki, de Ákos barátom nagymamája sem élte túl a borzalmakat, ő is a Dunában végezte. Itt élnek azonban még barátaink, honfitársaink közöttünk, akik túlélték azokat a borzalmakat. Milyen lehetett akkor magyarnak lenni, magyar zsidónak lenni, magyar kereszténynek lenni? Kiálltam volna-e én a honfitársaimért? Vállaltam volna-e, hátrahagyva családomat, gyerekeimet, hogy én is megyek a Dunapartra? Nem tudom, mit tettem volna. Jó lenne, ha soha nem tudnánk meg, hogy mit tennénk egy ilyen helyzetben. Embertelen világban élünk, de azért számunkra mégiscsak a fájó szívű, de békés emlékezés adatik meg. Soha ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy ez még egyszer előforduljon. Csak mi tehetünk arról, hogy milyen világban akarunk élni. Mi dönthetjük el azt, hogy Salkaházi Sára, Wallenberg, Kárnucz és más neves és névtelen hősök módjára éljük-e az életünket, vagy pedig akár hallgatással, megalkuvással, bólogatással, vagy pedig aktív támogatással odaállunk az embertelenek, a mások méltóságát sárga tiprók mellé. A csírája magva 44. március 19-ének most is itt van közöttünk. Ne tegyünk úgy, mintha ez nem lenne. Sokan vannak az utcákon, körülöttünk, a parlamentben, a hétköznapi életben és a közéletben olyan emberek, akik gyűlölnek másokat azért,
mert nem pont ugyanolyan emberek, mint ők. Gyűlölnek másokat azért, amiről a másik ember nem tehet, hogy milyen családba született, hogy mi a vallása, hogy mi az etnikuma, hogy mi a nemzetisége. Nem szabad elfelejtenünk, ami történt, és meg kell magunkban újítani nap, mint nap. Nem március 19-éhez vagy konkrét évfordulóhoz kötöttem, hanem minden nap meg kell újítani magunkban az eltökéltséget, hogy mi a hangos többség tagjai leszünk, akik kiállunk bátran egymás mellett, megfogjuk bátran egymás kezét, és nem engedjük el, és akik a Dunapartra már csak a folyót csodálni járunk, és a fejünket meghajtani az áldozatok előtt. Ezekkel a gondolatokkal és egy ilyen lélekkel, egy ilyen megacélosodott lélekkel emlékezem Sarkoházi Sára mártírra, hősre, minden mártírra és minden hősre, aki az embertelenségben ember tudott maradni, és nagy tisztelettel meghajtom a fejem azok előtt, a honfitársaim előtt, akik sokkal nehezebb körülmények között a világban ma is tanúságot tesznek személyes, fizikai létük kockáztatása árán is arról, hogy emberek vagyunk, arról, hogy mi az értelme annak, hogy megszülettünk, hogy létezünk, hogy egymásért ki tudunk állni, és hogy emberek tudunk maradni az embertelenségben. Köszönöm a figyelmüket, és megkérem Pál Tibor képviselő és képviselő jelölt urat, barátomat, hogy helyezzük el a koszorút Sarkoházi Sára emléktáblájára. Köszönöm szépen, hogy megjelentek, és akinek virágja van, vagy aki egy főhajtással szeretne tisztelegni, azt kérem, hogy most tegye meg.